Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg idén karácsonykor is sokan vásárolnak élő állatot, jellemzően kutyát vagy cicát ajándékba. Az új jövevényi iránti kezdeti lelkesedés azonban a tapasztalatok szerint az ünnepek után hamar alábbhagy. Végül szegény állat vagy egy menhelyen, vagy rosszabb esetben az utcán végzi, ahol étlen szomjan a hidegben túlélési esélyei a minimálisra csökkennek. Az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy bármennyire is romantikus és felemelő a gondolat, hogy egy kis négylábú élőlényt ajándékozzunk szeretteinknek, mégis próbáljuk ezt a kérdést racionálisan átgondolni. Nem igazán javasoljuk azt, hogy ajándékba élő állatot adjanak ugye a gyerekeknek, főleg gyerekeknek nem, hiszen ugye ők nem egy háromnapos szenzáció, hanem nagyon hosszú távra kell velük gondolkodni, tehát legalább 10-15 évig él egy kiskutya, illetve egy kutyus, és ugye ez nagyon fontos, hogy átgondolt döntést hozzunk. Egy kis cica vagy egy kiskutya érkezése a házhoz megváltoztatja az egész család életét, hiszen egy kisállat rengeteg gondoskodást és figyelmet igényel, főleg élete első pár hónapjában. A koránkelés, a rendszeres sétával járó kötöttség, a szobatisztaság hiányával járó kellemetlenségek mindegyütt járnak négylábú barátunk tartásával. Amennyiben alaposan megfontoltuk, és mégis amellett döntünk, hogy kutyus vagy cicus lesz a fa alatt, ne feledjük, hogy a befogadott kedvenc nem csupán egy 3 napra szóló csoda, hanem gazdájaként a mi feladatunk, hogy egészséges és teljes életet biztosítsunk számára.